Mielőtt meghozta az úgynevezett, közösen ismert C51/17-es számon előzetes döntéshozatali eljárásban a végleges döntés. Az annyit jelent, hogy ez a döntés végleges, kötelező és Magyarország bírósága számára is kötelezően alkalmazható lesz. Ez az európai döntés felülírja a valamennyi eddigi polgári jogegységi döntés, nevezetesen a legdramatikusabb, legproblematikusabb 6/2013-as polgári jogegységi döntés, amely kimondta a kúria álláspontja szerint, amelyben egyik egyetlen kúriai bíró sem lehet nyilatkozni, hogy milyen alapon számította ki, hogy az áponkockázatot korlátlanul az adósnak kell viselnie. Na most kérem szépen, az Európai Unió Bírósága ezt a kúriai mindenfajta fogyasztóvédelmi szabálya ellentétes döntést felülírta. Magyarországon az eltussott, elutasított pereknek új folyama nyílt, valamennyi olyan személy, akinek a 6/2013-as kúriai döntése hivatkozva utasították el a keresetét, jogosult felújítással élni! Ez annyit jelent, hogy a kúriára és a magyar bírósági rendszerre megközelítenek 200 000 új per fogválni. Bízunk benne, hogy megtetszenek vele birkózni. A másik legnagyobb döntés, amely korszakalkotó. Az Európai Unió Bírósága C51/17-es számú döntése kimondta, bírák, tessenek dolgozni! Azért, mert azt mondta, hogy a bíró és a bíróság hivatalból köteles vizsgálni a tisztességtelenséget. Semmilyen bizonyítás a magyar állampolgár, aki jobban, amit jobban javaslott, hogy terhel. Így van. És valami bíró, aki nem vizsgálta ezt a kérdést eddig, felelős abban a helyzetben, ami kialakult. Felelősök vagytok! Súlyos probléma az Magyarországon, hogy a rendőröket kilakoltatási asszisztensek nevezi a nép, mert kilakoltatja a saját állampolgárait. Húj! És ebben a bíráknak igenis súlyos felelőssége van! Így van! Igen! Ott vannak a fasznyalók! Látható és tudható, hogy a kúria valamelyik szerve, vagy az OBH utasította valamennyi megyei, illetve járásbíróságot, törvényszéket, hogy ne adjanak helyt a végrehajtási kiforrásoknak. A nyáron tömegével lakoltattak ki embereket, és bírósági titkárok tették tönkre a magyar emberek életét. Ezért jött felelősek vagytok! Felelősek! Mert nem szólaltatok meg, és nem fogtok tudni elbújni a felelősség mögé. Gyilkos! Nem fogtok tudni elbújni a kúriai kapuk mögé. Előtt fogtok elni, és el fogjátok mondani, hogy minden egyes ember, aki hangtalan lett, aki meghalt, aki öngyilkos lett, aki rákos lett, bele miattatok kúriai bírák! Lelketeket szárad! És te ezt tudjátok! És a rendőröket kilakoltatási embereknek képzitek! Leharacsítáltak a rendőri szakmát! És szerencsére rendőröknek a saját állampolgárokat is felelősséget kell kilakoltatni. Hát mit gondoltok ti? Egy embernek, akinek elveszik az otthonát, elveszik az életfeltételeit. 10 évvel rövidítitek meg minden egyes kialkoltatott ember életét. Családok! Miért nem beszéltek arról, hogy 90 000 végrehajtása? Miért nem beszéltek arról, hogy 150 000 kilakoltatásra váló ember van devizában? Csak minden egyes ember, aki stresszhelyzet miatt rákos lesz, meg kilakoltatja. Minden egyes ember, aki stresszhelyzet miatt beteg lesz, mert nem tudja fizetni a devizahitelét, felelősek vagytok közvetetten! És ezt tudjátok. Azért, mert hoztatok olyan jogegységi döntést, ami nem jogszabály. A jövetségi döntést ne egyetettétek le senkivel.
Ne gyilkoljátok tovább a magyar népet! Ne bizony! Követem a sargenti jelentés összefüggésben. Magyarország hatóságai tartsák be az Európai Uniós döntéseket, vegyék figyelembe és tiszteljék az Európai Unió Bírósága döntéseit, és a kúria változtassa meg a polgár jogegységi döntést. Ti most hasonlottok ott ment és rohadtok, tudom! Ez a polgár Zoltán miket pepádik, úgyse fogjuk, de megfogjátok! Megbizony! Tudjátok miért piókod be? Mert azért voltok piók, bírák, mert mikor kijöttök a pulpitus mögül, ugyanúgy vásároltok a boltba, és iszálltok a vizet vagy a sört vagy a bort, amit akartok. Azért változtatjátok meg, mert az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy a szerződéseket, a szerződés megkötésének időpontjában hatályban voltak szabályok szerint kell vizsgálni és értelmezni. A ti kurva jövetségi döntésed sehol nincs! Az a bíró, amelyik ezentúl és ezelőtt kurva jövetségi döntés alapjába hozta meg az utolsó ítéletét, bűnös és alkalmatlan bírám. Így van! És az a legnagyobb baj, tisztelt kúrai bírák! A jogegyetemet végeztetek ugyanúgy, ahogy én, és mindannyian. És tanul utáltam az egyetemen, hogy a jogegységi döntések nem jogszabályok! És mégis rákényszerítettetek, félelemben tartjátok a bírósági kart! Megint rögtök ott már! A polgárzottan megint mit beszél maga? Azt beszélem, hogy az a Szepeshári Péter, amelyik egyedül kiállt, lemondott! Nem azért, mert fél, elege van. Mert passzionáljátok és megtagadjátok a bírói funkció lényegét. A bíró nem utasítható, független és csak a törvényeknek van alárendben. Honnan veszem én ezt? Tessenek már külütni ott bent tisztelt kurjai bírák a bíró esküszövegét! Sehol nem mondja ki, hogy jogegységi döntéseket kell figyelembe venni. Csak a törvényeket, és a jogegységi döntés nem törvény! Megszégyenítettétek a magyar jogot! Megszégyenítettétek a bírósági kar, és közvetetten emberölőkké váltatok! Nem tudjátok hány öngyilkos, hány beteg ember van a ti hallgatásotok miatt! Ja, aki nem tehetek semmiről. Tévedés! Aki hallgat, és nem tudod a várakra, és állításokra, bűnös! Ti ugyanúgy ezt hallgatjátok a bírósági büntető ügyekre. Kiálltunk itt már 10-szer. Kiálltunk itt már 15. Kiírtunk benneteket. Megkértünk, beszéltek. Nem beszéltetek, hallgattatok. Tudjátok, miért hallgattatok? Mert az itt kimondott szavak tiszta jogi igazság. Nem tudjátok cápolni! Itt van! Itt van! Itt van! Szolgálati kérés. Jött ki a bírósági titkárnő és mosolygott az egészen, kinevetett minket. Jött ki egy bírósági titkárnő és kimosolygott bennünket, bazdmeg. Gúnyosan. Szakadt lúcsos kurva, bazdmeg. Jött ki egy bírósági titkárnő, de ki fiatal. Legkis szó. Olyan gúnyosan mosolygott. Láttad? Tehát kurén bírák! Felelősök vagytok! És ha úgy gondoljátok, hogy nem mondanék igazat, gyertek ide, és vitassuk meg! Abban kezdjük, hogy a bíró esti szövegét értelmezzük. Azzal folytatjuk, hogy a polgár jogegységi döntésnek a jogrendszerben elfoglalt helyét vitassuk meg. Azzal folytatjuk, hogy bírósági titkároknak engeditek, hogy ember életek felett döntsenek. Elmondom a tragédiát, amiért ti követetten felelősek vagytok, és hallgassátok! Idén,
augusztus 14. napján a Budapest 9. kerület Ferenc téren kilakoltatás volt. És belett adva a Budaörsi járásbíróságra valamennyi irat. Végrehajtási kifogás jóval korábban. Végrehajtás felfüggesztés a VHT 48-3 megkezdés alapján. És beírtuk, hogy kiskorú gyermek, terhes anya van a családban. Pár hónapra függesztétek föl. Tudjátok, mi volt a válasz? Nem méltányoltok körülmény a gyerek. Mit akartok ti? Kiirtani a magyar népet, felelni fogtok. Nem láttátok annak az anyának a síró arcát? Nem láttátok a kilakoltató rendőrök kínos arcát? Nem láttátok a rendőrnőt, aki elcsírta magát az egész alatt? Hát mit gondoltak ti, kúrjai világ? Kik vagytok ti? Bennünket kéne szolgálni. A jogállamiságot kéne védeni, és nem teszitek. Gyalázat! Köszönöm. Gyalázat! De minden gyalázatból van kiút. Egy esélyetek van most felülvizsgálni az összes polgári jogegységi döntést. Ennek az Európai Uniós döntésnek a tükrében. És oda hallgatni a szívetekre, hogy nektek is vannak gyerekeitek, unokáitok. És emberséges döntést hozni. Társadalmi egyeztetésben hozzátok meg a kérdéseket. Mert súlyos a feszültség. A magyar népet nem lehet kitenni az otthonából. Értitek? És a látom tisztelt rendőrökat fölkérem, ne működjenek közze a kilakoltatásra. Saját maguk kerincét dobják el. Minden egyes cselekedetnek súlyos következményei vannak. És hiába vannak önök rendőrruhában, az Úristen számon fogja önökön kérni. És akkor már késő lesz. És egyet elmondok. És hát önöknek a legmélyebb tisztelettel mondom, mert köszönöm, hogy védik a közrendet. Azzal a tisztelettel mondom, hogy önök a népellenes cselekedetet kötelesek megtagadni. Tudjátok, mit csináltok? A magyar nép ellen cselekedtek, mikor kilakoltatjátok. Hát, hogy gondoljátok ti ezt? Jó pénz. Leállítjátok a rendőrséget. Leállítjátok a szakmai becsületet. Ki fog nektek ezután hinni? Hogyan akartok becsületet? És hogyan akartok tisztességet kérni? A szolgálunk és védünk szolgán kiloptátok az ablakon. Tudjátok miért? Mert amikor kilakoltattátok a Ferenc körúti kisgyerekes anyát, aki terhes volt, meg se kérdezte egyikőtök sem, aki ott volt. Van hová menni a kisasszony? Beültethetjük a rendőrautóba? Nincs fáradt? Nem! Lenéztetek a földre! Sutba dobtátok az eskütöket! Szégyeljétek magatokat! A nép benneteket szolgálata hívott el. Ma jelenleg a nép ellenségeivel fogtok válni. Hagyjátok abba a kilakoltatások miatti segítkezést. Így van! Igaz! Jó nektek az, hogy a Facebookon közöhely tárgyává tettek benneteket, és már nem rendőröknek hívnak, hanem kilakoltatási asszisztensnek. Hát tudjátok, milyen megalázó ez? Igen! Ezt nem tehetitek velünk! Mi tiszteltünk benneteket, de elfogyott a tisztelet! Családokat tesztek ki! Tesztek tönkre embereket! Hogy számoltok el? Hogy jön össze a rendőri esküvel? Tisztelt bírák! Önök a felelősség! Kurjai bírák! Tessék, menjünk együtt vissza, polgár Zoltán és összes bíró, aki ezt hallja. Az érzemre. És állam és jogelméleti órán üljünk együtt le,
És hallgassuk végig, hogy a demokráciának mi a három feltétele. Törvényhozó, végrehajtó hatalom és a bírói függetlenség. Ti hozzárultatok a demokrácia becsukásához Magyarországon, mert nem véditek meg a demokrácia. És miután a tények embere vagyok, ezt minden beszédemben elmondom. Ezt a következő ténnyel bizonyítom. Tisztességtelennek minősül az az eljárási mód, vagy az ott tagállamban a bírósághoz fordulás jogát indokolatlanul egyoldalúan korlátozzák a fogyasztóval szemben. Európai Uniós irányán. Tudjátok, mit csináltatok ti? Nem hallottátok szavatokat az új polgári perrendtartásnál. Nem hallgattátok szavatokat azért, hogy mindenki egyenlő módon fordulhasson bírósághoz. Előírtátok a kötelező ügyvédi képviseletet, holott ez soha semmilyen államban, ami demokratikus, nem volt előírva. Mindenkinek joga van magát védeni a polgári perben. És ti féltek és behúzottok. Hol van most egy kúriai bíró ide ki és jön ide beszélgetni? Bármelyik kúriai bírót szeretettel várjuk itt, kávénk nincs, egy kis vízünk van, odaadjuk a szomjas, és beszéljük meg, a bírói eskü szövegét értelmezzük. És tudjátok, kúriai bírák, és még egy mondat is befejezem, mert mennem kell egy tárgyalás. Tudjátok, kúriai bírák, hogy hívják Handó Tündét a köznép? Bugyi királynő! És ti nem emeltétek fel a szavatot.